A Soponyai Ferenc bérlet Szent István művelődési házban megtartott záróestjén az Alba Régia Szimfonikus Zenekar muzsikusai léptek fel szólista szerepben, egy színes és nem mindennapi program előadóiként. A timpani, azaz üsdob versenyt és kettős harsona versenyt is fog hallani ma este a közönség. Egy kicsivel gyakoribb műfaj, egy cselló verseny is megszólal majd, és ezeknek a különlegességeknek a megvalósításában rejlik a további különlegesség, hogy minden szólista szerepben ma este fellépő muzsikus tagja az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnak, úgyhogy a zenekari tagságot, mint kincses bányát is szeretnénk megmutatni a közönségnek, hogy kik azok, akikre kiemelten ma este büszkék lehetünk. A nyitószáma Berlinben, majd Hamburgban működött. Bach háromtételes drámai hangvétellel átszőtt A-moll cselló versenye volt, Kárász András Péter cellóművész szólójával, amely a karmester számára is különlegességeket tartogatott. Versenyművet vezényelni az mindig egy speciális feladat. A versenyműnél azt mondhatom, hogy az előadásmód egy kicsit nagyobb részben kell, hogy a szólistán múljon. Teljes mértékben kísérő szerepben van ilyenkor a karmester, hogyha jó a karmester, és nagyon nagy öröm az, hogy a kollégáinknak kiváló zenei elképzeléseinek a megvalósulásában én most ilyen segítő szerepben lehetek jelen. Az esten még felcsendült a kortárs magyar zeneszerzés markáns alakja Solti Árpád különleges hangszerelésű timpanira és zenekarra írott lendületes koncertínója, és az elsősorban filmzenéiről és fúvós hangszerekre írott műveiről világszerte ismert Hidas Frigyes két harsonára komponált, a klasszikus és a populáris zene elemeit ötvöző Florida koncertója is.